Markovics Gyurit kérdezem Nyírség Rally előtt. Te már versenyeztél elég sok autóval, igen, komoly autókkal is, és most visszaülsz egy Ladába. Kicsit ecseted már, hogy milyen élmény egy ilyen autóval venni. Hát jó nehezet kérdezel, körülbelül 20 kilométert mentem eddig a Ladával. Ez a 20 kilométer, vagy teljesen mindegy 30, ez nagyon nagy élmény volt. Egyébként ez nem visszaülés, mert ilyen autóval soha nem versenyeztem életemben, mindig is vágytam rá, hogy egyszer hátsó kerékhajtásúval mehessek versenykörülmények között. Közben egy csomó év eltelt, és a Ladák úgy gondolom megváltoztak az elmúlt 10 év alatt. Ez az autó teljesen profi. Komolyan kell venni, oda kell figyelni, mert nagyon gyors, és konkrétan ez az autó műszakilag a pillanatnyilag elérhető legjobb színvonalon van. Úgyhogy teljesen komolyan veszem, és hogyha ezen a versenyen jók a tapasztalatok, akkor én ilyen autóval szeretnék versenyezni. Vágytam itt az elmúlt egy év alatt fronthajtású kocsira, de arra nem tudtuk összehozni az anyagiakat. És hát most ezzel teljesen elégedett vagyok, bízom benne, hogy nem ez lesz az egyetlen versenyünk ezzel a kocsival. Pályákkal van valami problémád? Te környékbeli lakos vagy, tehát valamennyire hazai versenynek számít? Hát én ezeket a pályákat nagyon szeretem. Ugye mentem itt 4 Zemplén rallin, ami egy kiállástól eltekintve mindegyik nagyon sikeres volt számomra. Még azok teljesen más autók voltak, de az van ezzel egyébként, most így elmondom teljesen őszintén, ezt a versenyt ezt meg kellett volna csinálni egy naposra. Én örülnék, hogyha Szabolcsban lenne verseny, de úgy gondolom, hogy egy kicsit túlzásra a második napot fenntartani azért, hogy erre a két gyorsaságira eljussunk. Inkább mentünk volna Erdőbényén is, nem etapban, hanem gyorsaságiban. De amúgy semmi bajom, most, hogy 100 kilométerrel többet fogunk menni etapon, ez nem olyan nagy gond. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!